Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Hat góllal múlta felül a Kozár Mislenyese NB1B-s női kézilabda csapata a ZRK Osziek együttesét a téli szünet utáni első felkészülési mérkőzésen. Kovács Tamás tanítványai egy még erősebb horvát csapat a Bielovár ellen játszanak még egy meccset, aztán pedig folytatódik a baranyai alakulat számára a Liga Kupa sorozat, és kezdődik a bajnokság tavaszi szezonja. A Kozár Mislenyese női kézilabdázói már az őszi záróforduló előtt tudták, hogy ha legyőzik a Nagyatád csapatát, akkor biztos harmadikak az NB1B-ben. Ez sikerült is, úgyhogy nyugodtan vonulhatott pihenőre Kovács Tamás együttese. De már meg is kezdődött a felkészülés. A tavaszi bajnoki rajtra horvát csapatok elleni edzőmeccsekkel és ligakupa mérkőzésekkel hangolódik a gárda. Az első ellenfél a horvát élvonalban szereplő ZRK Osziek csapata volt. A találkozó első félideje szoros eredményt hozott. 18-16-os hazai vezetésnél fordultak a csapatok. A második játék részben is potyogtak a gólok mindkét oldalon, de a végjátékot jobban bírták a kozármislenyiek, és 35-29-re legyőzték Eszéki ellenfelüket. Nagyon kevés edzésünk volt még ahhoz, hogy itt bármilyen csodát művelhettünk volna, vagy láthatunk volna. Szerintem teljesen olyan volt, mint egy első edzőmérkőzés. Látszik az, hogy amire körültem, látszik, hogy mit akarunk csinálni. Látszanak azok a dolgok, amiket edzésen elkezdtünk gyakorolni, meg hogy megpróbáltuk alkalmazni, de rengeteg még a dolog, rengeteg még a feladat. Lőttünk 35 gólt egy horvát első osztályú középcsapatnak, kaptunk 29-et, azon még van mit dolgozni. Ami örömteli, hogy 20-25 percet mindenki pályán volt, forgatva volt a csapat. Keressük most azt a csapatszerkezetet, és egy érdekességet átnéztem a túloldalra, és a túlsó, majd fogalmazzunk úgy, kispadon, hát ült egy komplett sorunk sérülten, úgyhogy nagyon remélem, hogy hamarosan felépülnek, és még erősebbek leszünk. Nagyon nyugodt lennék, hogyha azokban a sérültekből már rendelkezésemre állna legalább kettő, de egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy a Hornyák Beti tud talán a leghamarabb visszatérni. Szerintem ő február elején már rendelkezésre is állhat akár teljesen. A Pálmi sajnos február 25-ig nem foghat labdát a sérült kezével, úgyhogy attól tartok, hogy ő neki a tavasz első fele el fog menni. Ugye a Pannáról meg tudjuk, hogy ő majd csak jövőre. Úgyhogy én akkor nagyon nyugodt lennék, ha ők rendelkezésekre állnak. Így viszont jó, hogy nem dőlhetünk hátra, de ettől függetlenül azt várom, hogy folyamatosan ott leszünk az élbolyban, folyamatosan ott leszünk annak lehetőségén, annak küszöbén, hogy akár egy csodálatos eredményt elérjünk, ne csak bronzérmet mondjuk. Hosszú Boglárka 4 góllal járult hozzá a Kozár Mislenyi győzelemhez. Hát őszintén megmondom, hogy én sokkal rosszabbra számítottam, mert azért most még nagyon kemény fizikai melóba vagyunk, meg egy csomó új dolgot is tanulunk, és tök jó volt, hogy ilyen hamar már visszajött, úgyhogy én nagyon örülök. Nagyon jó volt játszani, mert azért hosszú volt a szünet, úgyhogy valamennyire azért vártuk már, hogy ne csak a monoton edzések legyenek, úgymond, hanem kipróbálhassuk magunkat élesbe. Én jól éreztem magam a pályán, azért nyilván van még hová előrelépni a bajnokságig, meg a kupameccsekig, úgyhogy így dolgozunk tovább. Az, hogy nekik volt egy nagy lövőjük, itt szerintem az elején azt nem annyira tudtuk itt kivédekezni se, nem léptünk fel eléggé, azért látszik, hogy sok a kondi, úgyhogy nem vagyunk annyira gyorsak, ebből volt szerintem egy kicsit másabb, de utána már felvettük a ritmusukat is, meg próbáltuk szerintem azért a mi játékunkat is rájuk erőltetni, utána már jó volt. Mint ismert, a Liga Kupában a Mohács, a Nagyatád és a Neka került egy csoportba a Kozár Mislenyesével. Kovács Tamás tanítványai mind a két meccsüket megnyerték eddig. A Rinyamenti KC-t hazai pályán, a Nekát pedig idegenben tudták legyőzni. Január 18-án a Neka ellen, majd 24-én a Mohács ellen játsszák a következő két Liga Kupa mérkőzésüket a Kozár Mislenyiek. Hazai pályán is győzni tudott a Dragan Alexics vezette PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A Szeged elleni idegenbeli győzelem után a Kecskemétnél bizonyultak jobbnak a baranyaiak. Ezzel a két győzelemmel már az ötödik helyre jöttek fel Alexics tanítványai.
Mint arról beszámoltunk, győzelemmel kezdte a 2020-as évet a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Dragan Aleksics december 30-án vette át az irányítást, és rögtön az első meccsen 12 ponttal bizonyultak jobbnak a pécsiek, a Szrecskó Szekulovics vezette Szegeddel szemben. Hétvégén a Kecskemét ellen hazai pályán is bizonyított a csapat. A két alapemberét is nélkülöző KTE Wittmann Krisztián vezérletével jól kezdte a mérkőzést, így a második negyed egy pontos hátrányból kezdte meg a PVSK Veolia. A második 10 percben aztán fordult a kocka, és 24-16, 24-13 és 20-16-os 10 perceket játszva 84-62-re nyert Dragan Aleksics együttese. Talán az első negyedet leszámítva, amikor is több okból kifolyólag nyomás alatt játszottunk, elégedett vagyok. Az első 10 percre rányomta a bélyegét, hogy régen szerepeltünk itthon, valamint a csapat körül kialakult egyfajta negatív légkör. Szóval ezek blokkoltak minket, és természetesen sok volt az eladott labda az első félidőben. De amikor elkezdtünk futni, figyeltünk minden apróságra, elkezdtünk minőségi kosárlabdát játszani. Sajnálom a Kecskemétet, hiszen két játékos nélkülöznie kellett. Ha ez nincs, a szurkolók sokkal élvezetesebb meccset láthattak volna. Mégis elégedett vagyok a mérkőzéssel, a csapatom játékával, különösen a második félidő tetszett. Ez az az út, amin járnunk kell, ezt kell folytatnunk. Kívánom a Kecskemétnek, hogy ők is egyre jobb meccseket játszanak a későbbiekben. Ahogy a pécsi vezetőedző is elmondta, két alapembere hiányában nagyon nehéz dolga volt a Kecskemétnek. Nem tudok szemreállást tenni az én csapatomnak sem, mert azt gondolom, hogy mindenki megtette a maximumot, és az első negyedben kifejezetten jól játszottuk, addig tudtuk tartani azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk vagy gyakoroltunk. Ugye fizikálisan az igazság, hogy fölörölt a Pécs, teljesen elkészültünk ugye az erőkkel, amúgy is szűk a rotációnk, és a héten nem nagyon tudtunk normálisan edzeni, hiszen betegségek, egyéb dolgok hátráltatták a munkát, és azért ez kijött a két csapat közt, de nem elegáns erre fogni a vereséget, hiszen ez senkit nem érdekel, a végeredmény a lényeg, amiben a mai napon egyértelműen jobb volt a Pécs, gratulálok a kollégámnak, Dragannak, jól felkészítette a csapatát, sok sikert kívánok nekik a jövőbe, de az én játékosomnak is gratulálok, köszönöm, hogy ennyien elkísértek minket Kecskemétről. Sportszerűen szurkoltak mindkét tábor, a hazai és a miénk is. És hát van azért bőven munkánk a Pécsnek is, és szeretnénk mi is minél több mérkőzést megnyerni a szezonban. A PVSK Veolia legközelebb január 17-én pénteken 18 órától az Albafehérvár ellen lép pályára idegenben. 2018. februárjában nyílt meg Pécsett a Verseny utcában a 21. századi felszereltségű torna munkacsarnok. A tavalyi évben versenyhelyszínként is jól debütált a Baranyai terem, hétvégén pedig ismét két napon át mérték össze tudásukat a tornászok a Városi Diákolimpián. A Jurisics utcai általános iskolában fontos a sport. A lány torna csapat sorra hozza a jobbnál jobb eredményeket. Talaj, ugrás és a nagyobbaknak gerenda. A lányok ezekben a versenyszámokban indulnak a diákolimpián. A nagyobb fiúk gyűrű gyakorlatot is bemutatnak. Nem tudom, mióta tornázom, és azt szeretem a tornában, hogy olyan jó csinálni. Kell ugrás. Ugranunk és szekrényugrást és a talajgyakorlatot csinálunk, és nekem a talaj a kedvencem. A cigánykerék, kiszúrás, gyertya és bukfenc. Ezek közül melyiket szereted? Kiszúrás. Tavaly rendeztek először tornaversenyt az új 21. századi felszereltségű tornamunkacsarnokban. Azóta a tornászok már belakták a termet. A Diákolimpia városi fordulóján most is két napon át versenyeztek a sportolók. Két napra kellett tegyük, mert két évvel ezelőtt februárban ugye megkaptuk ezt a tornacsarnokot, viszont a szociális helységek, elsősorban az öltöző kapacitása úgy tudja befogadni a gyerekeket, hogy az egyik csoportnak már el kell mennie, hogy beférjen a következő. Ezért kicsit széthúztuk, úgyhogy a tegnapi napon voltak a felső tagozat és a gimnázium, tehát harmadiktól a hatodik korcsoportig, ma pedig versenyeznek az első-második korcsoportos lányok, délután pedig kettőtől a fiúk. Tegnap egy kicsit kevesebben voltunk, mint amire terveztük, tehát elég rövid, hamar lezajlott ez a verseny,
itt elsősorban ez a 10-14 éves lányok már nem annyira akarnak szerepelni, járnak tornára, nagyon sok tornászunk van, de így a versenyezni nem. De ettől függetlenül, akik indultak, nagyon színvonalas és szép gyakorlatokat mutattak be. A mai napon viszont úgy érzem, hogy az utolsó évek közül a csúcsot döntöttük a második korcsoportban, mert 6 csapatot tudtunk csapatként regisztrálni, de még 3 csapatunkból egy-egy beteg gyerek miatt ők egyénibe versenyeztek, tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy 9 egyéni versenyzők is voltak. A lányok azok az ugrásgerenda talajon versenyeznek, első korcsoportban viszont a gerenda még kimarad, úgyhogy 2-szeren fogják összemérni a tudásukat, és hát a gimis lányok meg a nagyok pedig 3-szeren. A fiúknál is ugyanígy van, hogy az első korcsoport a picik csak talajugrás, és gyűrű van ugye a fiúknak gerenda helyett. A megyeire ez nagy támogatást kapunk a PSN ZRT-től is, és a megyei diáksport tanácstól is, tehát úgy állapodtunk meg, hogy gyakorlatilag a városéről mindenki mehet a megyei döntőre. Ez részben egy versenyzési lehetőség, rutinszerzés, részben pedig, hogy a gyerekek betanulják, vagy megtanulják, hogy hogy kell szerepelni egy versenyen. Pécsváros diáksportjáért végzett odaadó munkájáért a tornaverseny városi döntőjén kapott elismerést dr. Vecsei Ferenc, aki most vett részt utoljára versenyorvosként a megmérettetésen. Vecsei Ferenc több mint 10 éven keresztül volt aktív részese a diák eseményeknek, ezentúl már csak nézőként látogat majd ki a versenyekre. 13-14 éve, és tulajdonképpen mindegyiket nagyon szerettem, mert azért élveztem, mert nagyon szeretem a gyerekeket, és nagyon jó volt nézni. Hát ez csodálatos, csodálatos, nagyon szép, nagyon elegáns, és úgy tűnik, hogy biztonságos az alapzata miatt, mert hál' Istennek semmiféle baleset nem történt, és annak örülök, hogy tulajdonképpen semmit se csináltam, és nem is lett volna rám szükség. A atlétikai sportba tért ficam, csípőtörés, ami nagyobb volt, de egyébként más különösebb nem, apró porzsolások sem, és ilyen bokahűtés rándulás után, ilyen jégbalzsammal, de egyébként nem nagyon volt rám szükség, az az igazság, és ennek örültem is. Mert azért előre haladott a korom, és hát az ember nehogy szakmailag valami problémát okozzon, ezért inkább abba hagyom. Egyébként azért fogja majd látogatni a versenyeket? Vagy azért... Az az érzésem, hogy igen. Az az érzésem, hogy igen. Az infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően az utóbbi időben látványosan nőtt a tornászok száma, leginkább a fiatalabb korosztály választja ezt a sportágat. A városi forduló után január 17-én és 18-án a megyei döntőt is a tornamunkacsarnokban rendezik, ugyanezzel az időrenddel. Mohácsi győzelemmel ért véget a játékos sportverseny Baranya megyei fordulója, de a másodikak, azaz a pécsi Bártfa utcai általános iskola alsósai is ott lesznek az országos elődöntőn. A megmérettetésre a pécsi térségből 3, a mohácsi körzetből pedig 2 csapat érkezett. Az alsósoknak 10 érdekes feladatot kellett teljesíteniük. Gyorsaságot, ruganyosságot és állóképességet fejlesztő feladatokból áll az alsó tagozatosok megmérettetése, a játékos sportverseny. A diákolimpiai rendszerben szereplő verseny megyei döntőjét Kozár Mislenyben rendezték. Idén is 20 játékos feladatot, köztük a krumpliültetést, a pók és rákjárást, az utazólabdát, a bombázót és a várfoglalót választotta ki a Magyar Diáksport Szövetség, melyek közül 10-et kellett teljesíteniük a csapatoknak. Természetesen mindenkinek van kedvence, és van olyan is, amit kevésbé szeret. Én a átcsúszkálósat szeretem, mert ott könnyen át lehet csúszni. Hát, és igen. Mi az, amit nem szeret? A várfoglalót, mert ott nehezen lehet felhúzni magadat, meg a ugrásnál nem tudsz nagyon lendületet venni. Nekem a kedvenc gyakorlatom az a botos, mert abban gyors vagyok, és jó is. És amit nem szeretek, az a várfoglaló, mert van, amikor lecsúszunk, és bevágjuk a térdünket. Mikor kézilabdát kell vezetni, meg ez a várfoglaló.
És mi az, amit kevésbé szeret, mi az, ami nem annyira megy? Mikor így át kell csúszni szivacsok alatt, meg ilyeneken. Negyedjére vagyok, és általában másodikak vagy elsők szoktunk lenni, de volt olyan, hogy harmadikak is. A testnevelők minden feladatnál kiválasztják azokat a tanulókat, akik abban a típusú versenyszámban a legjobbak. Ugye mindig csak az első jut tovább, mi másodikak lettünk Mohácson, de meghívtak minket, és ezért jöttünk el. Gyorsaság, ügyesség, labdavezetés van benne, tehát sok oldalú. Tehát azért jó az alsóban, hogy ez benne van, mert minden képességet szinte fejleszt. De nem csak a gyerekeknek, hanem a pedagógusoknak is megvan a kedvenc gyakorlata. A várfoglaló játékot nagyon ügyesen játsszák gyerekeink, az én személy szerinti kedvencem a kosárlabdás labdavezetés, ez a sportolói múltból is adódik, illetve a krumpli ültetésben nagyon jó kis technikai elemek vannak, amiket ügyesen végrehajtanak. Nagy reményekkel futottunk neki ennek a megyei fordulónak, hetente egyszer tudunk gyakorolni, sajnos szerény körülmények között egy picike tornateremben, de igyekszünk. A pécsi Bártfa utcai általános iskola tanulói egyébként már többször eljutottak az országos elődöntőig, sőt a döntőig is. Jó magam, szeptember óta vagyok itt az iskolában, de a Bártfa utcai iskola országos döntőn 4-szer szerepelt ebből a játékból, és a legjobb eredményük országos 6. helyezett. A játékos sportverseny alapja egy pécsi kezdeményezés, melynek Sulispuri, majd Gyere velünk, játsszál velünk volt a neve. Ezt a versenysorozatot építette be a Magyar Diáksport Szövetség saját versenyrendszerébe. Hát a Pécs városában azért nem rendezte meg a városi DSB, mert összesen 3 csapat volt, és miután az egész megyében összesen 7 iskola nevezett sajnos, ezért felesleges lett volna külön egy pécsi városit rendezni, hiszen mind 3 csapatot meghívtuk a megyei döntőre. Mohács és körzetében 4 iskola vett részt, honnét az első 2 helyzetet hívtuk meg, ide is így 5 csapat vesz részt a mai megyei döntőn. A 10 különböző feladatcsoport van, minden feladatcsoportban 3, illetve 2 helyen csak 2 játék szerepel, és abból kiválasztanak minden évre 20 játékot. Ezt a 20 játékot elküldik ki a megyéknek, hogy ebből tudnak készülni az országos elődöntőre és az országos döntőre. Ezen belül nálunk, aki felelős a játékos sportvetélkedőjét, ebből a 20-ból kiválasztja azt a 10 versenyszámot, amelyből rendezzük például ma is a megyei döntőt. Kezdetben ugye az iskoláknak egy nagyon jó versenyzési lehetőség volt az alsótagozatos gyermekek számára, és most is egyébként, aki ezt komolyan felkészül erre a versenyre, nagyon sokat tud belőle később profitálni. Ha megnézzük itt ezeket a versenyszámokat, nagyon sokoldalú képzést ad a gyerekek számára. A megyei döntő a Mohács térségi általános iskola Széchenyi iskolájának győzelmét hozta. Második lett a pécsi Bártfa utcai általános iskola. Harmadik helyezett lett a Mohács térségi általános iskola Brodarics iskolája, negyedik a kozármislenyi Janikovszki Éva általános iskola csapata, és a PTE gyakorló az 5. helyen zárt. Az országos elődöntőre, ami január 30-án szintén Kozármislenyben lesz, az első 2 helyezett csapat jut. Generációk jönnek-mennek, a tehetségek tovább tanulnak, vagy a nagyobb fejlődési lehetőségeket megragadva már juniorként távoznak a Tolna megyei Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakcsoportjából, de stabil a hátország a megyeszékhely atlétikai klubjánál. Az utóbbi másfél évtized kiemelkedő tehetsége az országos hírűvé vált Szemerei Levente középtávfutó mellett a különböző szakágakban 50 olyan fiatal atletizál, akik korcsoportjában már hosszabb ideje az országos ranglista szűkebb élmezőnyében található. Újra van felnőtt magyar bajnoka és nemzetközi szintet megcélzó középtávfutója a szekszárdi atlétikának. A Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakosztályának évadnyitós, egyben az elmúlt évet értékelő díjkiosztó ünnepségén természetesen külön köszöntötték és reflektorfényben helyezték a junior korú Szemerei Leventét, aki az egyik legnehezebb és egyben legértékesebb középtávfutó számban a 3000 méteres akadályfutásban korosztályos Európa-bajnokságon 4. lett, és megnyerte az idei felnőtt magyar bajnokságot is. Időeredménye ebben a számban fokozatosan látványosan javul, miután egyértelmű célja a nemzetközi szinten figyelemre méltó eredmények elérése. Nem kaptam sok ajánlatot, de én maradni szeretnék itt Szekszárdon, majd még Amerikába szeretnék kimenni tovább tanulni. Most halasztottam 1 évet,
most még a vizsgákra készülök. Egyet már megcsináltam, de újra szeretnék vizsgázni, hogy jobb legyen. A szekszári klub minden nehézségei a nagyobbakhoz képest hátrányos helyzete ellenére több szakákban is produkált az országos korosztályos bajnokságokon figyelemre méltó eredményeket, dobogós helyezéseket, ami a kiválasztást és a tehetséggondozást feltétlenül dicséri. Bizakodóan nézhetünk úgymond a következő évtized elé, tehát a rendszer úgy egész szépen működik Szekszárdon, a kölyök atlétikán keresztül, a Sport 21-en keresztül kerülnek elő, vagy mondhatnám, jönnek föl a gyerekek, és ami örömteli, hogy ugye az edzőknek köszönhetően szinte minden szakákban vannak gyerekek, ami biztató a jövőre nézve. Az egyik reménység a legalább fél tucat közül Kiskata Ramona, aki a sprint számokban és az ugró számokban egyaránt jeleskedik az U16-os korosztályban. Bronzérmet szerzett összetettben az újonc bajnokságon. Sok mindenben ügyes, így a szakági specializáció még várat magára. Volt nekünk egy gátfutásunk, egy távolugrás, futottunk egy 300-at és egy 600 métert. Hát a mi mezőnyünk nagyon erős. Mondtam, nem tudom még, hogy mi lesz itt a továbbiakban, de szeretnénk új érmeket, célokat elérni. Úgyhogy... A rövid távfutás az mennyire áll közel hozzá? Vagy esetleg ugró leszel? Szeretem ezt is, szeretem azt is. Mindenből tényleg próbálunk újat, jobbat, még pontosabban, még precízebben megoldani. Úgyhogy ruganyosságilag is még nagyon sok van szerintem. Az a bűvös 5 méter már kéne a távolugrásba, reméljük idénre már meg lesz. Hát gyorsaság az is fejlődött, és idén szerintem nagyon sokat fejlődtem technikailag. Németh Mátyás 2 méterig jutott szekszárdi pályafutása során magasugrásban, amivel országos elsőséget szerzett. Sajnos tanulmányai Kecskemétre szólítják, így ott folytatja majd atlétikai pályafutását is. Az egyetem alatt még mindenképpen szeretném kihozni azt, ami van bennem, aztán nem tudom, hogy erre mennyire lesz időm vagy energiám. A juniorban maradok még idén is, a mezőny lehet, hogy egy kicsit keményebb lesz, úgyhogy dobogónak országosan örülnék idén. Aha. Az eredmény hirdetésen több szakákban, futószámokban, ügyességiekben, az országos versenyeken csapatszinten remek eredményeket elérő szekszárdi atlétákat, csapatokat díjaztak. Jelezvén, hogy a hátországban is vannak szép számmal jól teljesítő atléták a klubnál, akikre lehet számítani. Hát az idejében nagyon gazdagon tudtuk jutalmazni a gyerekeket, köszönhetően a szekszárdi sportközpontnak. És természetesen ez a célunk, hogy az ajándékokkal motiváljuk a gyerekeket arra, hogy érdemes atlétizálni, érdemes a bajnokságokon részt venni, érdemes edzésekre járni, és érdemes egy kicsit jobban oda tenni magukat egy verseny, hogy az érem a nyakba kerüljön. A szekszárdi sportközpont az általa kibocsátott plastikkártyával is igyekszik elismerni a jól teljesítő versenyzőit. Ennek felmutatásával 2020-tól még több helyen számottevő kedvezményeket kapnak bizonyos áruvásárláskor, illetve szabadidő szolgáltatások igénybevételekor a klub atlétái. Nem változtat az alapkoncepción a kieséstől veszélyeztetett Tolna megyei Paksi FC. Csak magyar játékosokkal képzelik el a bentmaradást, nem igazolnak külföldit erősítést gyanánt. 2 játékostól megváltak, helyükre rutinos támadó középpályást, illetve versenyhelyzetet teremtő csatárt is szívesen látna már most a pozíciójában nyárig megerősített vezetőedző Ostermayer Gábor, akit még a törökországi edzőtáborba való elutazás előtt kérdeztünk. Egyértelműen a bemaradás a célja a csapatnak, utána különböző stratégiákat dolgoztunk ki. Ugye van rövid távú és hosszú távú is. A rövid távú az, hogy ugye alakítsunk ki egy olyan magot, aki bent tud maradni, illetve a következő évet rá lehet építeni, és az fiatalabb játékosokat esetleg igazolni, és akik úgy teljesítettek, azokat megtartani és rájuk építeni. Tehát nem arról van szó, hogy most aki rosszul teljesített és 33 éves vagy 32, azt elküldjük, ha jó teljesítettek, maradjon itt. Csak ezért mégis teljesítmény kell, és hát kellene magyar piac is ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk hozni, vagy ki tudjuk cserélni, mert hol van az a magyar játékos, aki mondjuk a Böde Danit kiszorítja egyelőre. Én nem látom azt a magyar fiatal centert, aki a Danit 33 évesen ki tudja szorítani.
Egy kis fény érkezett az utolsó két fordulóban a kieséstől fenyegető pozícióba sodorodott NB1-es paksi focisták számára. Három vereség és egy döntetlen után jött a MOL-Fehérvár elleni 2-0-ás idegenbeli győzelem, majd az ősz meglepetés csapata a harmadik mezőköves legyőzése otthon a zárófordulóban. Ezek az eredmények megerősítették abban a PFC vezetését, hogy a csapat vezető edzője, az addig utánpótlás szakágvezető, paksi származású, ott nevelkedő Ostermayer Gábor maradjon jövő nyárig a szakvezető. Vele harcolja ki a PFC a bentmaradást. Az elsődleges az, hogy olyan pozíciókra igazolni, amivel egy jó vázat kiépíti a csapatnak. Utána jön az edzőnek a munkája, hogy megmutassa, hogy mit kéne előrefele játszanunk, milyen szisztémában, milyen rendszerben, milyen stílusban, és akkor utána pedig az egyéni, az, hogy Böderöli meg tudja mutatni a játékát, amit már évek óta csinál, és ugye már meg is mutatta, illetve Könyves Norbén a szélén, tehát hogy igazából mindenki a saját munkáját tudja, és ezt rendszerbe dolgozva meg tudjuk, ki tudjuk alakítani. Büszkék arra, hogy Böde mellett az egyik meghatározó csatár éppen Hán János, a csak magyarokat foglalkoztató együttesben, aki már tavaly berobbant a hazai élvonalba. Ígéri, ha több jó labdát kap a középpályásoktól, az őszint 4 gólnál tavasszal még többre lesz képes. Nyilván egy rendkívüli védőt is szívesen várunk, de úgy gondolom, hogy nem feltétlen az elsődleges. Minden téren nyilván fejlődünk el, de az elsődleges a támadó szekció megerősítése. Az őszi gyengébb produkció hatására két játékostól, Fejestől és a magyar felmenőkkel bíró Remilitől megvált a klub. És annak ellenére, hogy sok gólt kaptak ősszel, nem védőt akarnak szerződtetni, hanem támadó középpályásokat és versenyhelyzetet teremtendő csatárt is szívesen látnának a keretbe. Van nálunk is tehetséges gyerek, ugye a kis Szendre jön nálunk 1,5 éve, újhegynyire van attól, hogy bemutatkozzon NB1-be, 16 éves gyerekről beszélünk, de nézegetünk más fiatal játékosokat, nyilván akik NB2-be játszanak. A Paks a 10. helyről várja a közelgő bajnoki folytatást. Január 25-én mindjárt a Ferencváros lesz az első ellenfél idegenben az új évben. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, benne Baranya és Tolna megye friss sporthíreivel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!